hogy az emberünket ugye két játékos követi. Ugye látszik ez abból, hogy folyamatosan mennek fölfelé, egy ellenfel van, és próbálja ugye visszapasszolni. Ugye látszik az egyértelműen, hogy ők hárman egy nagyon jó háromszöget zárnak így be, ugye? Hopp, ezt nem ezt akartam, hanem ezt. Tehát látszik ugye az, hogy itt ők így együtt, ugye törnek rá a kapura. Ami nagyon fontos az ennél a szituációnál, hogy itt, ahogy felállnak, a kapusnak egy nagyon nehéz helyzete van. Ugye próbálja ez a játékos, ugye a kapus zárni, ugye ezt a szöget, látszik azt, hogy nagyon kell figyelni arra, hogy hogyan fogja tudni ezt megoldani. De látszik azt, hogy ugye megijed a kapus, a játékosunk, pedig rengeteg lehetősége lenne. Lőhette volna ide fölfelé, ide is, befelé is mehetett volna. Tehát számos szituáció ott volt a markában, és ehhez mit csinált? Ugye látszik azt, hogy ezt a játékos folyamatosan ő próbálja. Miközben ugye látszik a másik emberünk, az ellenfele, egyszerűen ő odament, és megkaparintotta a pakkot. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon nehéz helyzetben volt a Colorado Avalanche, ki is kaptak ugye simán, látszik az, hogy 5-0 volt már ugye a második harmad közepén. Ebből a megfontolásból pedig azt kell, hogy mondjam, hogy ez a játékos sajnos nem nyújtotta igazán legjavát. Azt nem értem, hogy néz szembe a kapussal, de nem az az egyetlen egy gondolat, hogy ez most bevered. Nem, neki úgy látom, most a rajzol akár, hogy ez nem ez volt, de mégis. A fene se tudja, mert hogy ilyen alázósakat mi lőttünk annó a grundon, amikor így, amikor már elfeküdt, és akkor még odébb gurított, de azért a hoki nem a grund. Úgyhogy én megnéztem, és nem hittem el. Nekem volt magyarázatom, csak aztán kirögtetek, hogy ez nem szokás. Ugye persze, mert hát, hogy nem lett te észre, hogy jön mögötte, de... Tikitaka. De tikitaka, igen. Igen, meg főleg igen, 5-0-nál, amikor kicsit vesztésre állsz, akkor nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás. De nagyon szépen rajzoltad ezt meg. Igen. Hát sajnos.